A komáromi kajakkenu nagydíjának 58. évfolyamán Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria, Szlovénia és Olaszország versenyzői vettek részt. 23 klub 432 versenyzője szerepelt a rajtlistán. A verseny első napján a rövid távú, az 500 méteres táv versenyszámai voltak műsoron. A második versenynapon 2000 és az 5000 méteres távon küzdöttek a versenyzők az érmekért és a pontokért. Felvételeink az első nap eseményeiben nyújtanak rövid betekintést. A komáromi nagydíjon természetesen a felnőtt mezőny versenyzői, köztük az Old Boys korosztály hajói is indultak. De az utóbbi években már megszokhattuk, hogy zömében az ifjúságiak versenyeztek a különböző korosztályokban és versenykategóriákban. A nemrégiben elhunyt edző Wojtek Halmo emlékversenyének első évfolyamán az 500 méteres távon a C1 junior korosztályban a győzelmet a komáromi Samuel Daniel Sikora szerezte meg. A kétnapos verseny során a komáromi versenyzők összesen 21 első, 20 második és 14 harmadik helyet szereztek. Az ifjúsági korosztályok pontozásos versenyében a dobogós helyeken Nováki, Komárom és Moravani klubjai végeztek.